Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Lakossági fórumra került sor Kővágó Őrsön az elmúlt héten. Navrasics Tibor összefoglalta, hogy megítélése szerint mi a jelentősége az április 3-ai választásoknak, valamint szólt arról, miért vállalta el a jelöltséget. Mindemellett a jelenlévők felvetették azokat a problémákat, amelyek megoldásra várnak. Zsúfolásig megtelt a művelődési ház nagy terme. Nem csak a kővágó őrsiek voltak kíváncsiak az eseményre, hanem a környékbeli településekről is érkeztek szép számmal. Elsőként Horváth Dezső polgármester ajánlotta a képviselőjelöltet a jelenlévők figyelmébe, kiemelve azokat a tevékenységeket, amelyek már most jelöltként a nevéhez fűződnek. Összefoglalta a település kiemelkedő eredményeit, melyek a kormány által biztosított pályázatok révén valósultak meg. Egy 1,5 milliárdos vagyongyarapodás van a település vagyonában az elmúlt 4-5 évben, amire én azt gondolom büszkék lehetünk, és ezt kormányzati elmondás nélkül nem tudtuk volna elérni. Illetve most is megmondom, hogy 5 pályázatunk nekünk, és bízunk benne, hogy egyet-kettőt ebből is le tudunk hozni, és akkor még egyszerűbb lesz az életünk. Navracsics Tibor vázolta politikai karrierjét. Kitért arra is, hogy 2010 után 5 évig Brüsszelben dolgozott. Van összehasonlítási alapja, mondta. Számomra április 3-a azért fontos dátum, mert most ismét egy olyan ponthoz érkeztünk, amikor eldönthetjük azt, hogy a jövőt vagy a múltat választjuk. Számot kell vetnünk, hogy az elmúlt 12 évben mi történt az országunkkal, milyen fejlődést értünk el, hangsúlyozta. Országosan tehát szerintem ez a tétje az április 3-i választásnak. Békés, folyamatos építkezés, lépésről lépésre gyarapodni, megszüntetni azokat a problémákat, amik ma még vannak, próbálni odahatni, ahol még szegények vannak, és őket is felemelni, vagy pedig engedünk egy könnyű kalannak, visszamegyünk a múltba, a 2006 és 10 közötti időszakra, és ismét kockáztatjuk a jövőnket, és kockára tesszük a gyarapodást. Navracsics Tibor választ adott arra is, miért vállalta el a jelölését. Amikor a miniszterelnök úr megkért engem, hogy induljak ebben a választókerületben, akkor kifejezetten azért kért meg, mert fontos nekünk ez a választókerület. Meg szeretnénk tartani kormánypártinak, éppen azért, mert kormánypárti politikusként sokkal több esélyünk van arra, hogy a fejlesztéseket beindítsuk ebben a térségben. Azt az ígéretet fogalmazta meg Navracsics Tibor, mindent megtesz annak érdekében, hogy partneri kapcsolat alakuljon ki a térség településein élőkkel. Engem nem érdekel, hogy ki egyébként a szavazófülkében milyen párthova tartozást val. Nekem az a fontos, hogy ezért a térségért tenni akarjon. És mindenki, aki becsületes és ezért a térségért tenni akar, legyen szó gyúkdíjasról, legyen szó polgármesterről, őt segíteni fogom a képességeimhez mértem. A lakossági fórumon aktívak voltak a résztvevők, sokféle kérdést megfogalmaztak, pozitív és negatív véleményeket egyaránt. Az egyik hangsúlyos téma az állítólagos Ajkai kórház bezárás volt, melyre Navracsics Tibor megnyugtató választ adott, mely szerint, ha így lenne, a kormány nem támogatná 1 milliárd forinttal a fejlesztését. Az elkövetkező időszakban még sok településen kerül sor hasonló eseményre, őszinte párbeszédekre.